Mindez akkor történt, amikor 2016-ban visszaköltöztünk Tokióba. Japán vagyok, de a szüleim Amerikában találtak munkát, és ott éltünk egy ideig. Az első napokon a suliban nagyon visszahúzódó voltam, és nehezen találtam barátokat. Új voltam az iskolában, és féltem, hogy nem fogadnak be engem. Az egyik padon ültem, amikor észrevettem egy lánta, hogy felém sétál, és integet nekem. Aminak hívták. Leült mellém, és jól beszélgettünk. Hamar összehaverkottunk. sőt, a baráti társaságának is bemutatott engem. Nagyon kedvesek voltak, és velük is szót értettem. A történetben Szukinak lesz nagy szerepe. Mindent át tudtunk beszélni, és mindent tudtunk egymásról. Az egyik napon, amikor ebédidő volt, úgy döntöttünk, hogy piknikezünk egyet a suli területén. Szukinak köszönhetően igazságon alapuló legendákról beszéltünk. Neki ez volt a mindene. Egy lányról mesélt, aki félbe lett vágva. Állítólag sokan látták őt az éjszaka folyamán. Legtöbben egy szellemlányként írták le. Lebeg és kilógnak a belső szervei. Ezt undorítónak tartottam, de mindig is szkeptikus voltam. Ezek a történetek csak arra jók, hogy a gyerekek megijedjenek és szótfogadóbbak legyenek. Szuki megkérdezte a nagyapjától, hogy mi az eredete ennek a szellemnek. Több legenda is létezik, de a leghíresebb szerint egy diáklánt feláldoztak a barátai egy állomáson. Kikötözték a sinekre, és megvárták, amíg átmegy rajta a vonat. A szellem azoknak jelenik meg, akik vasút mellett sétálnak sötétedés után. Egy kis csend után mind egymásra néztünk, és nevetni kezdtünk. Szúki még mindig komoly volt. Elmondtam neki a véleményem, hogy túl sok horrort néz, és ilyenekben mi nem hiszünk. Láttam rajta, hogy ettől csak mérgesebb lett. Kicsit piszkáltam még, hogy szép próbálkozás volt, de nem ijedtünk meg a sztoritól. A szemét forgatta, és szomorú volt. Tudtam, hogy nagyon szereti a legendákat, de sosem gondoltam volna, hogy el is hiszi őket. Egy kis idő után álmosodott, és megkérdezte, hogy ha ilyen biztosak vagyunk abba, hogy kamu, akkor miért nem próbáljuk ki? Végül is nincs mit veszítenünk. Már nem volt olyan jó kedvem annak ellenére, hogy nem hiszek a legendákban, nem akarok kimenni valami elhagyatott helyre. A szellemtől nem, de a hajléktalanoktól annál inkább félek. Nem ér annyit ez az egész. Megkérdeztem Szukit, hogy hogy tervezi ezt az egészet. Tényleg sinekhez akar menni az éjszaka közepén. Szuki azt mondta, hogy az iskolában fogjuk őt megidézni. Megkönnyebbültem. Rengeteg ember van a suliban, és jól ismerjük az egész épületet. Egy próbát megér, Elmesélte nekünk, hogy egy könyvben azt olvasta, hogy az iskolában is meg lehet őt idézni. Gyakran zaklatták őt, és az utolsó napján a harmadik emeleten bújt el egy WC-fülkében a bántalmazók elől. Ha felírjuk a nevét arra a fülkére, és bekopogunk, akkor megjelenik. Megegyeztünk, hogy este hétkor találkozunk a harmadik emeleten. Addig különböző szakkörökön vettünk részt, hogy bent maradhassunk. A kapukat nyolc után zárják be addig megtanultam origamizni, és a matekot is megértettem. Lehet gyakrabban kellene ilyen délutánokat tartanom. Hétkor már szinte senki se volt az iskolában, így nem kellett attól félnünk, hogy valaki megzavarja a találkozásunkat. Mindenki pontos volt, és Szuki már kapuszniban várt minket. Öt gyertyát is begyújtott, és látszott rajta, hogy komolyan veszi. Megtiltotta, hogy felkapcsoljuk a lámpát. Kialakítottunk egy kört, ahogy kérte, már úgy nézett ki, mintha valami szektatogok lettünk volna. Kicsit féltem, de főleg szuki viselkedése miatt. Felemelte az ujját, és jelezte, hogy egész idő alatt csendbe kell lennünk. Elővett egy piros tollat, és a WC fülkére felírta a lán nevét. A következő feladat az volt, hogy fogjuk meg egymás kezét. Szorosan tartottuk egymást, miközben Szuki valami idegen nyelven beszélt. Szuki ezután felemelte a kezét, és a lá nevét kimondva megkérte őt, hogy jöjjön el közénk. Annyira ijesztő volt ez az egész helyzet, hogy inkább becsuktam a szemem. Már kételkedtem a hitemben, és úgy éreztem, hogy lehet mégis léteznek szellemek. Lassan kinyitottam a szemem, de nem láttunk szellemet. Szuki még próbálkozott, de nem járt sikerrel. Ő is feladta. Nagyon boldog voltam, hogy igazam lett. A többi lányra néztem, és látszott, hogy ők is rettegtek kicsit. Szuki szomorúan bevallotta, hogy tévedett. Elfújta a gyertyákat, és elhattuk az épületet. Már besötétedett, és tudtam, hogy sietnem kell, mert az édesanyám nagyon mérkes lesz. Elfelejtettem írni neki, hogy később jövök haza. Kifele menet a hátizsákomban kerestem a telefonomat, hogy mentsam a menthetetlent. De nem találtam. Felsuhajtottam, és rájöttem, hogy a vécén hattam. Felnéztem a sötét ablakra, és kirázott a hideg. Szóltam a barátaimnak, hogy visszafutok, addig várjanak meg. Felmentem a lépcsőn, és lassan a WC ajtajához sétáltam. Az egész épületben sötét volt, és a lépteimen kívül semmi sem hallatszott. Ahogy közelebb léptem az ajtóhoz, úgy tűnt, mintha valaki mocorogna ott bent. Nagyon nem volt kedvem bemenni, de féltem a szüleim haragjától hogy magyaráznám meg nekik, hogy elveszítettem az ezer dolláros telómat. Egy buta legenda nem befolyásolhat engem ennyire. Rávettem magam, hogy a kezemet a kilincsre tegyem, és benyitottam. Ahogy beléptem, rögtön észrevettem a telefonomat. Fel akartam kapcsolni a lámpát, de nem ment. Minél gyorsabban túl akartam lenni ezen. Átfutottam a mosdók mellett, és örültem, hogy nem kell magyarázkodnom a szüleimnek. Mielőtt elindultam volna kifele, újra mocorgást hallottam. Abból a fülkéből jött, amire a lány neve volt írva. Egyértelműen bent volt valaki. Felnéztem, és egy barna kötelet vettem észre a fülke felett. A padlón vér vérkezdet folyni, én pedig sikítani kezdtem. Kirohantam a WC-ből és az iskolából. Nem mertem hátra nézni. Senkinek sem mondtam el, mi történt. Próbáltam nem arra gondolni, de nem tudtam. Ha ez tényleg megtörtént, akkor én megőrülök. Nem létezhetnek szellemek. Az egész életem hazugság lenne. Otthon nem bírtam elaludni. Mindvégig nyitott szemmel feküdtem, mert féltem, hogy eljön értem a halottlán szelleme. Egy percet sem aludtam. Másnap szörnyen éreztem magam. Az anyám kérdezte, hogy mi történt, de nem mondtam el neki. Még mindig féltem, és az csak rátett egy lapáttal, hogy az első órám a harmadik emeleten volt. Amikor felmentem a lépcsőn, két rendőrt vettem észre a vécé előtt. Már egyáltalán nem értettem, mi folyik itt. A barátaim elmesélték, mi történt. Az egyik évfolyomtársunk végzett magával azután, hogy elhattuk a vécét. Megvárta, még elmegyünk, majd felvágta az ereit. Ez nem működött, ezért felakasztotta magát. Eszembe jutott, mit láttam tegnap este. Az nem egy szellem volt, hanem ember. Szemtanú voltam, és semmit sem tettem. Megakadályozhattam volna mindezt, és lehet még most is élne. A hülye legenda miatt azt hittem, hogy egy szellem van a fülkében, és elfutottam. Sírni kezdtem, és még ezután sem mondtam el senkinek, hogy láttam a lánt. Nem a szellem fog engem kísérteni, hanem a bűntudat, hogy nem tettem semmit. Köszönöm, hogy ilyen sokan néztek, de a legtöbben nem vattok feliratkozva. Nektek csak egy kattintás, de számomra ez sokkal többet jelent. Ha minden visszatérő néző feliratkozna, már tízezren is lehetnénk. Köszönöm, ha feliratkoztok, és folytatódjon a videó. Korina kijönök, és rengetegszer voltam túrázni, kempingezni, és vadászni is. Meg sem tudom számolni, hány ragadozóval futottam össze már. Néha eléggé veszélyes helyzetekbe is kerültem a bátorságom miatt. Azután, hogy egy medve támadt rám, nem ijedek meg olyan könnyen. Tavaly nyáron a családom birtoka mellett egy kis erdőben sátoroztunk. Velem volt a barátnőm Alexa, a legjobb haverom Jason és a párja Samantha. Samantha még sosem aludt a természetben előtte. Városi lány, és nem szokott túrázni. Megérthető, hogy nagyon izgult és félt az estétől, Figyeltünk rá azért, és vigyáztunk, hogy nem menjen távol a tűztől, ahol ragadozók lehetnek. Azt akartuk, hogy a lehető legjobban érezze magát. Olyan dél körül érhettünk oda. Gyűjtöttünk fákat, ettünk, szórakoztunk, és körülbelül éjfélkor mentünk aludni. Senki se sérült le. A legnagyobb problémánk a szúnyogok voltak. Minden a terv szerint ment, amíg Samantha nem sikított fel. Ilyen keserves és kétségbe esett hangot soha az életemben nem hallottam. Felkeltem, és Alexa is ugyanúgy megijedt a hangtól, mint én. Az egyik kezemben a zseblámpát fogtam, a másikban pedig a fegyvert, amit magammal hoztam. Kimásztam a sátorból, és visszaszóltam Alexának, hogy a biztonság kedvéért maradjon a sátorban. Amire odaértem, Jason már nyugtatta Samantát, aki dadogva, de valami óriási lényről beszélt. Nem értettük teljesen, mit mondott, de nekem az jött le, hogy valami megkaparta a sátrukat. Azzal próbáltam csillapítani a pánikot, hogy sok a kaja, amit a sátorban tartottunk. Lehet ide vonzott valami rókát vagy más állatot. Megígértem, hogy visszamegyek a tűzhez és rádobok még pár ágat, hogy nagyobb legyen a láng. Az még a ragadozókat is elijeszti a környékről. Jasonnel megegyeztünk, hogy felváltva vigyázunk a tűzre. Alex és Samantha egy sátorban aludtak vigyáztak egymásra. Mi kint ültünk, és csendesen beszéltünk. Nyomokat is próbáltunk találni, de nem jártunk sikerrel. Este volt, és a tűztől távol nem lehetett látni rendesen. Nem csináltunk belőle nagy ügyet. Bármilyen állat meglátogathatott minket. A lényeg, hogy elment. Fél órával később Jason kicsit távolabb sétált a tűztől, hogy elvégezze dolgát. Meleg volt, és biztonságban éreztem magam. Ez nem tartott sokáig, mert jobb oldalról egy óriási járnyot pillantottam meg, és a földön lévő ágak recsenését hallottam. Jason szintén felkapta a fejét a hangra, és letolt gatyával visszafutott a tűzhöz. Ez valami óriási lény volt mondta ilyetten. Még mindig bíztam benne, hogy egy állat, és csak véletlenül jött ilyen közel hozzánk. A biztonság kedvéért elővettem a fegyverem, és Jasonnek is ezt tanácsoltam. Egymást fedeztük, és a sátrat is biztonságban akartuk tartani. Hirtelen a semmiből újra az ágak recsenése rémisztett meg minket. A legerősebb lámpa volt a kezünkben, és azzal világítottuk meg az erdőt. Néhány másodpercre egy gorilla méretű lényt vettünk észre, ahogy elfutott előttünk, és újra eltűnt a fák közt. Egyértelműen nem állat volt ez, és nem is ember. Nem bírtuk összerakni, mit láttunk. Mindketten sokban voltunk jason megkértem, hogy rakja a tűzre a maradék ágat, amit gyűjtöttünk. Majd mindketten hátrébb mentünk a sátorhoz, hogy a lányokat védjük. Az egész éjszaka folyamán olyan hörgést hallottunk, amit egyetlen egy állat sem tudna kiadni. Az ágak a lába alatt széttörtek, és mindvégig a közelünkben nólálkodott. Egyszer jobbról, majd pár másodperccel később balról pillantottam meg a nagy árnyat. A tűzre folyamatosan dobáltam a száraz leveleket és az ágakat, hogy minél nagyobb lánga légyen. Ahogy felkelt a nap, összepakoltunk és hazamentünk. Az erdőt elhagyva óriási lábnyomokat találtunk a környéken. Nem jutottam szóhoz. Emberi eredetűnek nézett ki, de senkinek se lehetett akkor a lába. A mái napig nem tudom eldönteni, hogy mi volt az. Azt se tudom, hogy csak leskelődni jött, vagy bántani akart minket. Hiába voltam sokszor az erdőben. Úgy látszik, hogy még mindig vannak felfedezetlen lényei. Ez nem fog megállítani engem abban, hogy folytassam a túrázásokat. A fák sok rejtének adnak otthont, én pedig fel fogom fedezni ezeket. Mindig is nyugodt és óvatos voltam. Sosem keveredtem életveszélybe vagy komolyabb bajba. Mindez megváltozott 2018 nyarán. Nem fogjátok elhinni, mi történt velem. Ez az élmény megváltoztatta az életemet. A suli befejeződött, és az egész nyári szünet előttünk volt. A barátaim mindig valami butaságot csináltak. Nagyon felelőtlenek. Én voltam a csoportban az, aki mindig visszafogta őket, és próbált ügyelni a többiek testi épségére. Nem is tudom, hogy barátkozhattam velük. Teljesen mások voltunk. Mindig átgondoltam a cselekedeteimet. Tudtam, hogy a tetteimért én vagyok a felelős, és vállalom kell a következményeket. Sokszor megmentettem őket a bajtól, de ők is hatással voltak rám. Sikerült elérniük, hogy kilépek néha a komfortzónámból. Amikor 18 éves lettem, úgy éreztem, hogy addig nem is élveztem az életet igazán. Félelemben és biztonságban voltam mindvégig. A barátaim nagyon szívesen segítettek ezen a problémán. És együtt óriási hülyeségeket csináltunk. Loptam az üzletekben, nem tartottam be a sebességhatárt. Egyszerűen azt tettem, amitől még pár éve rettegtem. Az egyik nyári napon, amikor 35 fok volt, úgy döntöttünk, hogy elmegyünk úszni. A normálisabbak ezt medencében tették, de nekünk kellett az adrenalin. Kitaláltuk, hogy a barátokkal megnézzük a közeli tavat. Régen lehetett benne úszni. De az utóbbi években betiltották. Nappal mindig ügyeltek arra, hogy senki se menjen a vízbe, de éjszaka nem őrizték a helyet. Nem gondoltunk bele, hogy biztos van oka a sok figyelmeztető táblának. Mi úgy vettük, ha nincs őr, szabad úszni. A helyiek sok legendát meséltek a tóról, hogy el van átkozva, és szellemek csalogatják a fiatalokat a vízbe. Ez csak még jobban meghozta a kedvünket. Éjfél körül megérkeztünk, és már készek voltunk a csobbanásra. Az út melletti lámpa megvilágította a partot, de a tó közepe már korom sötét volt. Megegyeztünk, hogy nem muszik be egyikünk se nagyon távol. Mindig legyünk szem előtt inkább. Mindig legyünk szem előtt inkább. Olyan megérzésem volt, hogy ez nem jó ötlet. Féltem, de a barátaim rávettek, hogyha már eljöttem ide, akkor úszak velük egy kicsit. Szépen lassan besétáltunk és a víz meglepően meleg volt. Kicsit bejjebb mentünk, de még mindig láttuk egymást. Olyan 5-6 méterre lehettünk a parttól. 15 perce voltunk bent. Hülyéskedtünk, és jól éreztük magunkat. Amikor hirtelen észrevettem valamit. Vagy inkább valakit a távolban. Egy misztikus világos alak a vízben. Majd eltűnt. Először arra gondoltam, hogy a fény visszaverődése évesztett meg engem. Senkinek se szóltam. A barátaim kitalálták, hogy rendezhetnék egy versenyt. Kíváncsi voltam, melyikünk a gyorsabb, így hát rábólintottam. Még mindig rossz közérzetem volt, de gondolkodás nélkül indultam a mi kis baráti versenyünkön. Páran feladták az elején, és visszaúztak. Éreztem, hogy a víz hidegebb lett, és valószínűleg nem ér le a lábunk. Mindent beleadtunk. Senki se akart veszíteni ahogy lenéztem a tó fenekére, ugyanazt a világos alakot pillantottam meg. Minél tovább bámultam, annál ijesztőbb volt. Hozzáért a lábamhoz, és körülöttem úszkált. Ahogy levettem a szemem róla, megfogta a bokámat, és szorítani kezdett. A másik lábammal próbáltam rugdosni, de nem eresztett. Mi lehet ez? Vajon beleakadtam valamibe? Kiabálni kezdtem a többieknek, és éreztem, hogy ez a valami lefele húz engem. Szerencsére észrevették, hogy bajban vagyok, és visszafordultak, hogy segítsenek. A fejem a víz alá került, és nem kaptam levegőt. Minden erőmből ellenkeztem, és próbáltam visszaúszni. De sikertelenül. Nem lehetett ez egy hal, vagy más állat. Úgy éreztem, hogy egy emberi készorít és húz lefele. A barátaim megfogták a kezem, és igyekeztek visszahúzni. De nekik sem ment. Hiába csapkodták azt a valamit, ami tartott. Még úgy sem engedte el a lábamat. Nagy fájdalmat éreztem az ujjaim környékén, és elájultam. Nem emlékszem, mi akart engem lehúzni. Másnap a kórházban nébredtem. Reménykedtem benne, hogy ez az egész csak egy rossz álom volt. Jeleztem a nővérkének, hogy ébren vagyok. Egy orvossal közölték velem, hogy mi történt. Amikor megkérdeztem, hogy mi kaphatott el engem, nem voltak biztosak. Szerintük a legnagyobb valószínűséggel egy ragadozó hal haraphatott a lábamra. Egyes fajok nagyon nagyra is megnőhetnek, és egy embernél is erősebbek lehetnek. A következő kérdésem ezután az volt, hogy hogy mentettek meg engem. Az orvos a lábamra nézett, és ekkor vettem észre. A legtöbb bújjam hiányzott, és még mindig véres volt. Elfehérettem. Nem akartam elhinni, hogy ez megtörtént velem. Saját magamtól undorodtam. Ha nem vágtak volna le a lábamból egy darabot, akkor megfulladtam volna. Másnap a barátaim meglátogattak, és átbeszéltük, hogy mi is történt az éjszaka folyamán. Amikor odaúsztak hozzám, hogy segítsenek, a vízben egy emberi kezet vettek észre, hogy szorít engem, és húz lefele. Sokkal erősebb volt náluk. Ekkor jött az ötlet, hogy egy bicskával megmentenek. Először azt a kezet próbálták megvágni, de még úgy sem eresztett el. Hogy ne veszítsenek el engem, a lábamból vágtak le egy darabot. Ez szerencsére bevált. Ezután elmeséltek nekem egy régi legendát, ami arról a tóról szól, amiben núztunk. Sok bűncselekményt követtek el azon a helyen, és az árzatlan emberek testét a tóba dobálták. A történet úgy tartja, hogy az áldozatok szellemei a sok szenvedés miatt gonoszak lettek, és a vízben úszó embereken akarnak bosszút A szellem addig nem nyugszik, amíg nem talál egy áldozatot, akivel a tóban végezhet. A rendőrségnek és az orvosnak is próbáltuk megmagyarázni, hogy természet feletti erők hatottak rám, és nem egy ragadozó hal támadt meg. De ki nevettek minket. Csak is a tudományban hittek, és feleslegesen próbálkoztunk. Lehetetlen lett volna őket meggyőzni. A szemükben csak kis kamaszok vagyunk, akik találgatnak. Sikerült műújakat kötni a lábamra, de még így sem az igazi. Minden nap érzem, hogy nem vagyok a régi. De az a fő, hogy élek. Nem kellett volna kimennünk a tiltottóhoz. A mai napig azt hiszem, hogy egy szellem támad rám. Ennek a tudata a halálom napjáig kísérteni fog.